Szeretettel köszöntöm Önöket, köszöntöm a világ minden tájáról, többek között az óceánon túlról részvevőket is. Én Baltatusek Nébolya vagyok. Én is szeretettel köszöntöm Önöket, Baltatusek János vagyok. Mi vagyunk a PPH egyik 10-es szintű igazgató házaspárja. Tegeződve szoktuk tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára. Sőt, nálunk mindenki tegezi egymást kortól, nemtől függetlenül. A PPH előtti foglalkozásom ács volt és építőiparban dolgoztam, mára viszont a PPH tanulószervezéssel foglalkozunk fő tevékenységbe. Gyulán élünk, feleségemmel, és van egy 15 éves lányunk. Magamról még annyit, hogy a PPH előtti foglalkozásom igazából adminisztrációval foglalkoztam, és már viszont, mint ahogy a párom elmondta, a családi vállalkozásunk van, tehát a PPH tanulói szervezés a fő tevékenységünk. Gyulán élünk, boldog házasságban, ami ez nem mindig volt így, de most már ezt el tudjuk mondani. A mai képzésünket a legnagyobb tudású és tapasztalatú mesterkócs és boldogság specialista, a szervezetünk alapítója és vezetője fogja tartani. Mesterünk 36 éve foglalkozik emberekkel, és 32 éve van saját szervezésű csapata, illetve közössége. Nagyon érdemes odafigyelni, főleg arra a tanításaira, amit a jövővel kapcsolatban mond, ugyanis azok mindig úgy szoktak bekövetkezni. Az előadónk egy olyan mester, akinek a tudása, képességei és tapasztalatai olyan páratlan kombinációban léteznek, ami egyedülállóvá teszi a bolygónkon. Ha megnézzük, hogy miben egyedülálló a mi mesterünk, arra jutunk, hogy a vezetésével 4 különböző területen ért el a szervezetünk piacvezető pozíciót, úgyhogy azokból 2 teljesen ellentétes indítatású tevékenység. Mesterünk az egyetlen személy a Földön, aki az emberek javára egy kalap alá tudta hozni az anyagot és a szellemiséget. Ő az, aki élet és emberismeret továbbá mindennapokban használható tudás terén a legtöbb információ átadására képes ma a bolygónkon. Közvetlen égi forrásból tanítja az embereket. Neki van a legrészesebb információja a bolygó szinten legkésőbb 2035-re létrejövő elnyomásmentes szeretett korszakról, az aranykorról. Mesterünk életküldetése az emberek lelki fejlődése és olyan szintre emelése, hogy képesek legyenek szeretetben, békében és boldogságban élni azért, hogy bekerülhessenek az aranykorba. Szeretném megkérni mesterünket, Szedlacsik Miklós mesterkócsot, hogy én is tartsa meg a mai első előadást. Köszönjük szépen! Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. Mennyire vagytok elégedettek a jelenlegi helyzetünkkel, világban lévő helyzetünkkel? Szerintetek már milyen jó irányba halad a világ, vagy mennyire nem jó irányba halad a világ? Írtam most 2 kérdést is. Föltettem. Mit láttok ezzel kapcsolatban? Egyre rosszabb. És nem kellene tenni valamit azért, hogy legyen egy jobb világunk. Tehát most gondoljuk végig azt, hogy mondjuk, ha azt nézzük, hogy hogy alakult mondjuk az elmúlt 10 év, vagy 15 év, mondjuk 2008-tól. Ugye, aki esetleg felnőttként már megélte ezt az időszakot, az látta, emlékszik rá, hogy 2008-ban volt egy válság, akkor kezdődött, nem? Egy válság. Abból kellett, azt mondja, hogy 9 év, mire kilábalt a világ. 9 év. Körülbelül 17-re kilábalt, majd 2020-ban megint jött egy érdekes helyzet, nem? Ugye ez egy hosszabb távú dolog, mert több
dolog érkezett 2020 évelejétől. Nem? Tehát jött itt a háború, most van egy másik háború is, nem tudom, hogy befejeződött-e már. Ugye most egy azerbajdzsáni és örmény háború, pont erről beszéltünk, hogy ennek van esélye, hogy bejön. Egy napig tartott? Végül befejeződött egy nap alatt? Hát a múltkor egy napig volt, azt tudom 2020-ban vagy hogy, akkor egy napig volt, de most nem tudom, csak azt hallottam, hogy ugye lett egy ilyen, még nem mondták, hogy háború, de egy ilyen komoly összetűzés. És hát de nem is ez a lényeg, hanem ugye az, hogy 2020-tól több dolog is történt, ami kőkeményen befolyásolja az emberek helyzetét. Volt egy tesztelés, tesztelték, hogy az emberek mennyire befolyásolhatók, kiderült, hogy nagyon. Ugye mit jelent a befolyásolás, hogy mennyire tudják velük elhitetni az emberek tömegeivel, hogy valami olyat tegyenek, ami igazából nekik nem jó, tehát nekik nem jó, de mennyire tudják elhitetni velük, hogy nekik az jó és tegyék azt. Bebizonyosodott, hogy ez működik, nagyon jól működik, nagyon jól tudták az embereket befolyásolni. Akkor azóta, 2020 óta jött egy hatalmas infláció, tehát ha megnézed itt a három évben, nem egész három évben, nem emlékszek arra, hogy három év alatt az én életemben ennyi minden történt volna itt a világunkban, ami közvetlen hatással volt az emberek életére. Tehát sok minden történt a világban, de nem volt egyszerre ennyi minden közvetlen hatással a háború óta, második világháború óta, de ugye az én életemről beszéltem, tehát az én életem az nem a második világháború előtt kezdődött, hanem ugye jóval utána. Tehát az én életemben három év alatt soha nem történt annyi minden, ami hatással lett ránk emberekre, mint az elmúlt három év. Tehát ezt azért meg kellene nézni, végig kellene gondolni, hogy ebben a három évben annyi minden hatás érte az embereket, hogy előtte a saját életükben a második világháború óta nem volt hasonló. Tehát több különböző hatás érte az embereket. Tehát itt volt ugye a Covid, akkor itt lett a háború, itt lett a gazdasági válság, itt lett az infláció, tehát négy dolog három év alatt. Mindig max egy dolog volt, érted? Vagy kettő, de nem négy dolog. És mégis azt gondolják az emberek, hogy majd visszarendeződnek a dolgok. Tehát majd visszaáll minden eredeti állapotába. Ez egy óriási tévedés. Tehát nem tud visszaállni. Tehát itt úgy el lettek rontva dolgok, nem csak ebben a három évben, hanem már a második világháborút követő időszaktól úgy el lettek dolgok rontva, hogy annak a következményeit most isszuk, mondhatjuk azt, hogy most gyűrűzött be leginkább. És emiatt ugye mindenki arra számíthat, nem csak itt Magyarországon, hanem az egész fejlett világban. Az azt jelenti, hogy Európa, Észak-Amerika, Japán. Tehát például most Japánról jutott eszembe, hogy olvastam egy cikket, hogy
Japán lakosságának egy harmada 60 év fölötti. Képzeljétek el. Tehát óriási előregedés van ott is. És ugye tudjátok, hogy az időseket el kell tartani. És azt most vagy egy család tartja el, vagy a társadalom tartja el az időseket. Ugye a legtöbb fejlett országban nem a családok tartják el az öregeket, hanem a társadalom. Ami azt jelenti, hogy hát az pénzbe kerül. De most nem erről szeretnék beszélni, hanem arról, hogy ezeken a területeken nagyon nagy gond van. Tehát még egyszer, Észak-Amerika, Európa és Japán. És ez mit jelent? Azt jelenti, hogy három rétegből áll a társadalom, vannak a szegények, van a középréteg, és vannak a gazdagok. Ugye a legnagyobb társadalmi réteg az ugye az elmúlt évtizedekben a középréteg volt. Ennél sokkal kisebb a szegény réteg, sokkal kisebb a gazdag réteg. Na most, a szegény réteg elkezdett növekedni azáltal, hogy a középrétegnek az alsó része az elkezdett elszegényedni. És nem csak itt Magyarországon, hanem Észak-Amerika, Európa, tehát teljes Európa, és Japánban ugyanez a helyzet. Ami azt jelenti, hogy ilyen még nem volt a második világháború óta, hogy tömegek elkezdtek elszegényedni. Csak hogy átlássuk, ilyen még nem volt. Oké? Tehát én megéltem 36%-os inflációt a 90-es évek első felébe, ami hivatalosan magasabb volt, mint a mostani infláció, ami most van, bár akkor nem éltünk meg ilyen gyors áremelkedéseket, mint mondjuk az évelején. És mégis 36%-os infláció volt, de nem szegényedett el a lakosság. Érted? Tehát nem volt attól elszegényedés. Akik megélték, annak csak vissza kell emlékezni, és rájöttök arra, hogy amikor a 90-es években volt ez a 36%-os infláció, nem volt elszegényedés. És most elindult az elszegényedés ebben az évben, sőt olyan mértékben elindult, hogy a középréteg alja az már a szegény réteghez tartozik. És ez nem áll meg, ha azt gondolja valaki, hogy ez megáll, akkor óriási tévedésben él. Ez azt jelenti, hogy a középréteg közepét is fogja érinteni az elszegényedés. A középréteg felső része, tehát anyagi szempontból felső része, marad meg középrétegként. Jó? Tehát amit a gazdaság alakulásával, a világ alakulásával megjósoltam eddig az életemben, az úgy lett. Oké? Nem kell ezt elhinni, majd meg fogod tapasztalni. Több ilyen tapasztalatot fogok mondani a mai előadásban, de gondolom ezt elolvastátok. Na most, az, hogy látsz itt egy szót, hogy elbutulás, az ugye mire értem? Tehát minél ostobább egy ember, annál könnyebb manipulálni, annál könnyebb befolyásolni. Jó, ezt, hogy tisztába tegyük ezt a dolgot, jó? Tehát egy eszes, értelmes embert nagyon nehéz
manipulálni. Oké? Minél, mondom, minél ostobább, annál könnyebb manipulálni. Most mi volt a manipulálás? Én és a családom nem oltottuk be magunkat ebben a beoltási kampányos időszakban, sőt, soha előtte életünkben max a kötelező oltásokat kaptuk meg gyerekkorban. Azóta semmilyen oltáson nem vettünk részt. Érdekes, mégis élünk, és nem vagyunk betegek. Nem haltunk bele abba, hogy nem oltattuk be magunkat. Érted? Főleg nem oltatta be magát az ember olyan dologgal, amire azt se tudja, mi van benne. Érted? Meg azt se tudja, mire jó. Na most mégis a társadalom jó részét a nyugati társadalomban beoltották. Miért? Mert elhitték az emberek, hogy az nekik jó. Most pedig perelik az államot, mert kiderült az egészségügyi vizsgálat során, hogy az olyan betegségeket aktiválták az oltások, amire azt hitte a maga a beteg, mert gyerekkorában volt olyan betegsége, hogy az nincs is neki. Hogy az a rég túl van. Érted? Tehát egy csomó ilyen per van a világban, hogy az államot perelik az állampolgárok azért, mert beoltatta magát az egyén magát, mert vagy rábeszélték, vagy mondjuk egy munkahelyen kötelezővé tették. Szóval lényeg az, hogy ebből világosan és egyértelműen látszik, hogy ez egy teszt volt arra, ezt akkor mondtam, amikor ez az egész mizéria elkezdődik, hogy tesztelik az embereket, hogy mennyire befolyásolhatóak. Mikor? 2020-ban már erről beszéltem. Hogy tesztelik az embereket, hogy mennyire befolyásolhatók. Kiderült, hogy a nagy tömegek befolyásolhatók. Tehát még egyszer, miért befolyásolható egy ember? Tehát minél ostobább, annál könnyebben befolyásolható. Tehát, hogyha valaki hagyta magát befolyásolni, akkor nem tudok mást mit mondani rá, hogy nem vagy elég eszes. Érted? Tehát nem vagy elég eszes. Tehát minél eszesebb egy ember, mit jelent az eszesség? Tudod? Azt jelenti, hogy fogja, és utána jár a körülményeknek. Ez jelenti az eszesség. Utána néz a körülményeknek. Érted? Nem elhisz mindent. Tehát megnézed például az idősek, tehát könnyebb manipulálni, mint a kevésbé időseket. Miért? Mert olyan, mintha elbutultak volna az évek során. Miért? Hát most gondold végig, a médiából, mondjuk a tévéből, mondjuk ha megnézed, hogy mennyi műsor van mondjuk 24 órában, abból mit tudom én, mennyi lehet egy csatornán, különböző műsor, reklámok, minden, stb. 40, 50, 100, hát valahogy így, nem? Reklámokkal együtt. Na most, abból a mondjuk a 80 műsorból,
tehát az egyes reklámokat is figyelembe véve, nem a, tehát a komplet reklám időszakot, tehát nem a különböző egyes reklámokat, hanem a reklám időszakot, ami mondjuk 10 perc. Ha ezeket megnézzük, ugyan mesélj már nekem arról, hogy hány olyan műsor van abból a 80-ból, ami okosít téged. Mondhatjuk azt, hogy általában nulla. Legalábbis a fősodrású médiában tuti, hogy nulla. Tehát mit jelent a fősodrású? Amelyik a legnézettebbek. Oké? Egyes csatornák, ami nem annyira nézettek, ott esetleg néha talál az ember olyan műsort, amiből okosodhat. Mit jelent az okosodás? De ne is okosodásról beszéljünk, mert sok ember félreérti az okosodást, és azt gondolja, hogy ő tanul egy szakmát, olyan okos lesz, vagy elvégez egy egyetemet, aztán szuper okos lesz. Közben bebizonyosodott tény, hogy az egyetemet végzett emberek átlagosan kevesebb józan ésszel rendelkeznek, mint a kevesebb iskolát végzett emberek. Tehát statisztikailag bebizonyított, hogy az egyetemisták jobban beoltották, többször beoltatták, nagyobb arányban oltatták be magukat, mint az egyszerű emberek. Érted? Nem az egyetemisták, egyetemet végzett emberek, főiskolát. Tehát főiskolát, egyetemet végzett emberek nagyobb mértékben, tehát nagyobb százalékban oltatták be magukat, mint az egyszerű emberek. Tudod, mit mondtak az egyszerű emberek? Nagyon egyszerű. Egyszerű észjárás. Nem tudom én, mi van abba. Miért oltatnám be magamat? Érted? Ezt mondták az egyszerű emberek. És mennyire igazuk volt? Tehát maga az oktatási rendszer, akármilyen hihetetlen, tudom ezt, 30 éve tudom, 30 éve, hogy az oktatási rendszer azt szolgálja, hogy a józan eszüket az embereknek elvegye. Mi a józan ész? A gondolkodás. Tehát, hogy ne gondolkodjanak, hanem a beáramoltatott, az agyában beáramoltatott dolgok alapján cselekedjenek. Érted? Tehát be van áramoltatva az agyába az információ, és az információk az alapján, amit az agyába beáramoltattak, annak alapján döntsön. Érted? Ez erről szól. Szó szerint tanították nekem, hogy tudod, kik a legegoistábbá nevelt szakmában dolgozok? Úgy hívják, hogy jogászok. Jogi egyetemet végzettek. Érted? Tehát a jogi egyetemet végzetteken kifejezetten azt művelik, hogy minél több és több egójuk legyen. De nem csak a jogi egyetemnél van ez. Ez mindenütt, ahol iskola, állami és államileg támogatott iskola rendszer van, ott mindenütt arról szól, ugye, amit nem tudom, tudod-e, hogy amit államilag támogatnak, abba az állam beleszól. Tehát szokták kérdezni tőlünk, hogy oké-e a képzésünk. És mondjuk, hogy hála Istennek nem. Mert abban a pillanatban beleszólna az állam, hogy én miről tarthatok előadást és miről nem. Világos ez? Tehát az azt jelenti, hogy ahol még egyszer az állam
támogatja valamilyen formában azt a képzési rendszert, akkor ott meg is határoz dolgokat, hogy mit csinálhatnak, mit nem csinálhatnak, mit taníthatnak, mit nem taníthatnak. Na most onnantól kezdve az egész államilag támogatott iskola rendszer azt a célt szolgálja, ami a hatalom érdeke. A hatalom érdeke pedig az, hogy te azt csináld, amit a hatalom akar. Teljes egészében azt csináld, amit a hatalom akar. Ha hatalom azt akarja, hogy oltasd be magad, akkor beoltatod magad. Ha hatalom azt akarja, hogy a jövedelmeden felül költekezz, akkor te a jövedelmeden felül fogsz költekezni, nyilván hitelből természetesen. Tehát ha a hatalom azt akarja, hogy olyan dolgokat is vásárolj, amire semmi szükséged nincs, akkor te olyan dolgokat is fogsz vásárolni, amire semmi szükséged nincs. Oké? Tehát szépen eléri a hatalom az oktatási rendszeren keresztül. Miért az oktatási rendszeren keresztül? Mert a legkönnyebben a gyerekeket lehet manipulálni. Oké? Tehát még egyszer mondom, a legkönnyebben a gyerekeket lehet manipulálni, sőt, minél kisebb egy gyerek, annál könnyebb manipulálni. Most a manipuláció az embernél hogyan működik, csak hogy megértsük, a manipuláció egy embernél olyan, mint az állatnál az idomítás. Tehát minél kisebb egy gyerek, annál könnyebben manipulálható. Magyarul idomítható. Oké? És szépen az oktatási rendszerünkkel, nem csak itt Magyarországon, a világon mindenütt, ahol állami oktatási rendszer van, annak az a célja, hogy a hatalmat kiszolgálja. Ha a hatalom az mondjuk egy kommunista párt, akkor a kommunistáknak a érdekeit képviselje az a gyerek majd, mint állampolgár. Nem tudom, mennyire vagyok világos. Ha az a hatalom multinacionális cégek kezében van, akkor a cégek tulajdonosainak kezében van, akkor arra van manipulálva a társadalom, hogy felnőttként kiszolgálja a multinacionális cégek tulajdonosainak az érdekeit. Világos ez? Ha te ezt nem látod át, akkor olyan, mintha nem ebben a világban élnél. Tehát például Koreában kommunizmus van, szocializmus, Észak-Koreában. Ott az oktatási rendszer a kommunista párt érdekeit szolgálja. Megnézed, amikor én általános iskolába jártam, tehát ha mondjuk te 80-as évek előtt jártál általános iskolába vagy iskolába, akkor egyértelműen láthattad, hogy az iskola rendszerünk a kommunista párt érdekeit szolgálta. Most miért gondolod, hogy most nincs hatalom? Miért gondolod, hogy a hatalmi érdekeket nem szolgálja az iskola rendszer? Tehát a világon minden országban az államilag finanszírozott, támogatott iskola rendszereket úgy alakították ki, hogy az adott hatalmat szolgálja. És ha hatalomváltás van, mint például nálunk is volt, a szocializmusból kapitalizmus lett, mások lettek az urak, más hatalmi érdekeket kellett szolgálnia az oktatási rendszernek. Világos ez? És ezért ugye a legjobb módszer az, hogy már a gyerekeket ahhoz a hatalmi rendszerhez idomítsák, ami a világ abban az adott országban, vagy tömörülésben, országtömörülésben, mint például az EU, van.
Oké? És itt egy kérdés van mindig, például a gyerekek esetében. Tudod micsoda? Mint például az én esetemben volt. Én a kommunizmus alatt jártam iskolába. És miért hatott rám kevésbé? Mert apám gondolkodása eltért a legtöbb ember gondolkodásától. Ő minden este a Szabad Európát hallgatta. Oké? Nem a Magyar Rádiót, a Szabad Európa Rádiót. Ezáltal neki a gondolkodása másabb volt, és ezáltal ugye az ő hatása érvényesült rám abban a tekintetben, hogy én másként működtem már gyerekként is ezen a téren. Érted? Tehát a szülőnek óriási szerepe van abban, hogy a gyerek az felnő, és úgy nő föl, hogy az iskola befolyása az sokkal erősebb, mint a szülő befolyása. Tehát a szülő nem ellensúlyozza az iskola befolyását, hanem az iskola befolyása érvényesül, és mivel az iskola rendszer államilag támogatott, ezáltal nagyon jó kiszolgálója lesz a hatalmi érdekeknek. És ez azt is jelenti, hogy nem csak a hatalmi érdekeknek, hanem a saját életében nem fog tudni eszesen gondolkodni. Mert megtanulta, hogy az információk alapján döntsön, nem annak alapján, hogy vajon mi lenne a logikus. Tehát nem az a logikus, amit tanultál, hanem az a logikus, ami a saját érdekedet szolgálja, a családod érdeket szolgálja, egy közösség érdekét szolgálja, és az emberiség érdekét szolgálja. Az a logikus. Ami nem ezt szolgálja, az nem logikus. Világos voltam? Ilyen egyszerű. Tehát most gondold végig, hogyha az ember azok alapján hoz döntést, amit betápláltak neki az iskolai tanulmányai során, akkor abban mi lesz a logika? Tehát abban mi a logika, gondold végig, abban mi volt a logika, hogy a lakosság nagy része a fejlett társadalomban el van adósodva? Ebben mi a logika? Tehát a nyugati társadalomban, beleértve Japánt is, a lakosság nagy része, nem a kisebbik része, a nagy része el van oda adósodva. Ugyan már ebben mi a logika? Tehát az, hogy valaki eladósodik, az biztos jó neki is, biztos jó a családjának is, biztos jó a közösségnek is, meg biztos jó az emberiségnek is, nem? Gondolkozz. Gondolkozz. Azért van az agyunk, hogy gondolkozzunk. Nem azért, hogy kitöltse a hőzagot, érted? Nem azért. Szóval, nézzük akkor, hogy mit is csinálunk. Mi? Megint kérdés. Gondold végig. Minden a világunkban, minden a környezetedben, magadra is nézve, ha nem gondozod, nem ápolod, nem foglalkozol vele, akkor rosszabb állapotba kerül. Vagy rosszul látom? Jó, hát akkor ne fürödjél mondjuk fél évig, azt a meglátod, hogy milyen állapotba fogsz kerülni, jó? Vagy nem mossál ruhát mondjuk fél évig, és akkor meglátod, milyen állapotba kerülnek a ruháid. Ne takaríts fél évig, és meglátod, milyen lesz a lakásod. Stb. Stb. Érted? Tehát
minden olyan a világban, minden, hogyha nem gondozzuk, nem ápoljuk, nem foglalkozunk vele pozitívan, akkor elromlik, tönkre megy, visszaépül, koszos lesz, gyulás lesz, büdös lesz, stb. Stb. Világos ez? Minden. Na most. Tehát megállapíthatjuk, hogy a gondoskodás, a fejlesztés, a szépítés az mindenre rászorul, nem? És az életünkre miért nem? Miért gondoljuk azt, hogy majd jönnek a politikusok, és megoldják a te életed? Mit gondolod? Tudod, mi a politikusnak az érdeke? Hogy minél több pénze legyen, mert ha minél több pénze van, annál nagyobb hatalma lesz. A politikusoknak az az érdekük, hogy hatalomban legyenek. Oké? Okay? Nagyon jó példa a lengyelek esetében, ami most van. Eddig puszi pajtások voltak az ukrán miniszterelnök, meg a lengyel miniszterelnök. De jönnek a választások, és a társadalomnak baromira nem tetszik, hogy nem a saját országával foglalkozik a lengyel miniszterelnök, hanem Ukrajnával. Ezáltal látszólag fogta, azt összerúgta a port választások előtt az ukrán miniszterelnökkel. Miért? Mert ezzel szimpátiát ér el a saját országában, hogy újból megválasszák. Világos ez? Utána vége lesz a választásnak, ha ezt a miniszterelnöket megválasztják, mi fog történni? Újból puszi pajtása lesz a Zelenszkijnek. Világos ez? Tehát gondold végig, nem látsz olyan politikust a bolygón, amelyiknek ne az lenne az érdeke, hogy ő hatalomba kerüljön, vagy hatalomba maradjon. És a hatalom egyenlő vagyon. Minél nagyobb vagyon, annál nagyobb hatalom. Tehát ezért egy politikus, ha hatalomra kerül, mi az első dolga? A hatalmának a megszilárdítása. Ahhoz pedig mire van szüksége? Minél több lóvéra. Tehát el kell érnie, hogy minél több és több vagyona legyen. Világos ez? Miért nem látod ezt át? És ha a konkurens hatalomra pályázónak sok a vagyona, meg sok a támogatása, akkor aki hatalmon van, annak még többnek kell lenni. Hogy ő maradjon hatalmon? Világos ez? Így működik. Tehát ebbe semmi érzelem nincs. Pusztán tények. Ennyi. Tehát egy olyan világban élünk, ahol ilyen emberektől vársz megoldást. Hogy majd ők az emberiség sorsát rendbe rakják, akkor te nagyon-nagyon naív vagy. Oké? Okay? Még ha esetleg olyan politikus lenne, aki ezt akarná is, több akadályba ütközne. Tudod? Milyen akadályba? Egy. Ez érdekellentétes lenne a hatalmi elitnek a törekvésével. Magyarul mit csinálnának rögtön vele? Felszólítanák, nyilván nem nyilvánosan, felszólítanák, hogy ezt hagyja abba. Majd, ha nem hagyna abba, akkor azt mondanák, hogy megfenyegetnék, hogy hagyja abba. Majd, ha akkor sem hagyja abba, akkor kiiktatnák.
Nem tudom, tudod-e, hogy az iraki elnök, ugye, hogy hívták? Saddam Hussein erre a sorsra jutott. Először felszólították titkosan, majd megfenyegették, de hiába. Utána megölni is meg akarták, de nem sikerült. Utána mit csinálták? Azért, hogy megöljék, megszállták az országot. Világos ez? Mert ő nem akarta azt, amit a hatalmi elit akart. Világos ez? Tehát de te bízol a hatalmi elitben, hát olyan ostoba vagy, hogy ihaj. Erre csak annyit szerették mondani. Lehet, hogy be is oltottad magadat. Vagy oltattad magadat. Szóval. És akkor azt hiszed, hogy bántok, bántalak? Nem. Figyeld, kimondtam két igazságot. Te olyanban hiszel, amiben nem szabadna, ez egy igazság. Kettő, beoltattad magad? Be. Akkor igazság? Ostoba voltál? Igen. Ennyi. És tudom, hogy fáj az igazság. Oké? Szóval, nézzük akkor, hogy mit lehet ezekkel szemben csinálni. Tehát gondold végig, hogy mi lesz abból a világból, ha így haladunk. Tehát, ha valamiről nincs gondoskodva, nincs fejlesztve, nincs javítva, nincs okosítva, tehát egy ember nincs okosítva, akkor hülyítve van. Nincs más. Vagy hűl, vagy eszesedik. Nincs olyan, hogy stagnál. Nincs ilyen. Miért? Nincs ilyen, mert annyi fals információkkal bombázzák, annyi manipulatív információval bombázzák az embert, hogy nem tud szinten maradni, hanem elhűl. Oké? De azt mondja a nagyon okos, hogy ő nem néz közösségi portálokon semmit. Nem néz tévét, nem hallgat rádiót. Aha, de nem beszél senkivel? Hát a szomszéd is manipulál téged. Amikor a szomszéddal beszélsz. Oké? Az is. Mert nem hiszem, hogy a szomszédod az olyan, mint te vagy. Tudod, kik manipulálnak a legjobban? A barátaid. Tudod? Ha csak nem a barátaid, már szellemileg felemelkedettek. Mit jelent a szellemileg felemelkedett? Az átlagtól felemelkedett, érted? Tehát feljebb van szellemileg, mint az átlag. Tehát magyarul eszesebb, mint az átlag. Mit jelent az eszesség? Gyorsan nézzük. Lehet, hogy majd ide visszatérek. Itt van 10 életterület. Megkérdezném. Mind a 10 életterületeddel jól tudsz bánni? Én még nem találkoztam olyan emberrel, aki nem itt tanul, tehát nem tanul itt. És ezzel a 10 életterülettel jól bánna. Nem találkoztam ilyen. Nem is hallottam ilyen emberről. Érted? Tehát itt van 10 életterület. Ha az ember bármelyikkel nem tud jól bánni, akkor nem túl jó állapotú. Az emberi elme úgy működik, ha egy ember nem túl jó állapotú, akkor képtelen a gondolkodásra. Képtelen. Még egyszer, te azt hiszed, hogy gondolkodsz, mikor ide teszed a fejedet a kezedre, és hogy nagyon töprengőnek nézel ki, de amúgy meg rossz állapotban vagy, azt hiszed, hogy gondolkodsz közben, tudod, mi történik? A meglévő adatok, ami a fejedbe bele táplálva, azok forognak. És ami bele táplálva a fejedbe, az mind múltbéli információ. Mert a múltban lett betáplálva. És a jövőről kellene dönteni.
Érted? A jövőről kellene dönteni, de a fejedben múltbéli információk vannak. Hogy fér össze ez a kettő? Sehogy. A jövőről gondolkodni kell. Érted? De egy rossz állapotú, vagy nem elég jó állapotú ember nem tud gondolkodni. Az csak azt hiszi, hogy ő gondolkodik. Tehát az nem gondolkodás, hogy a meglévő információkat futtatod a fejedben. Mint a számítógépnél, mikor fut egy program. Hát a agyunk az nagyon hasonlít a számítógép működésére. Szóval abból találták ki az egészet, a számítógépet. Nem az agyunkat, hanem a számítógépet. Érted? Tehát gyakorlatilag az agy működését modellezték le. Szóval gondold végig, hogy hogy fér ez a dolog össze a jövővel kapcsolatban. A jövőnél van olyan, hogy mondjuk minek mi lesz a valószínűsége? Miből mi lehet? Ok-okozati összefüggés. Érted? Ha ezt teszem, akkor vajon tapasztaltam én már azt, hogy ha ilyet tesz valaki, annak mi lesz a következménye? Satöbbi, satöbbi. Tudod, mit látok? Az, aki nincs kellően jó állapotban, olyan, mintha ok-okozati összefüggés az életében, az egy nem létező dolog lenne. Szó szerint. Pedig az életben minden ok-okozati összefüggés alapján működik. Tehát soha nincs olyan, hogy a jelenben történik veled valami, és annak nincs oka. Olyan nincs, az nem létező. Tehát ezen a bolygón minden történésnek oka van. Még a földrengéseknek is. Oké? Ahol történik. Még annak is oka van. Jó, tehát itt van ez a 10 életterület. Ha valaki egyre jobban tud ezekkel bánni, egyre jobban tud az életében működni. Egyre boldogabban tudja élni az életét, ezáltal egyre jobban tud gondolkodni. Tehát a gondolkodás képessége és az életterületekkel való tudás, ez szorosan összefügg. Minél többet tudunk az élet és az ember működéséről, annál jobban értjük az élet és az ember működését, és annál jobban, ha valami történik az emberrel ezek közül a területek, vagy ezekkel a területeken, annál jobban tudja, hogy mi miatt történt, és annál inkább tudja, hogy mit kell tenni annak érdekében, hogy a végeredmény jó legyen. Oké? És ne rossz. Tehát lényeg az, hogy gondold végig, hogy itt van 10 terület, szerinted erről mennyit kellene tanulni? Ezekről a területekről. Tehát biztos elég egy hétvége, nem? Mondjuk 16 óra. Azt mondja, ezekről a területekről én elkezdtem tanulni 98-ban, néhány területről elkezdtem tanulni 91-ben, tehát 91-től. Tehát 91-től 98-ig néhány területről, 98-tól pedig úgy ámblok. Az azt jelenti, hogy tanulom, azt mondja, hány éve? 30. Több mint 30. 32. És mi a lényeg ennek? Amikor előadásokat tartok, képzéseket tartok, tehát képzést, nem előadást, képzést tartok, az nem ez. Ez nem képzés. Ez előadás. A szünet után van a képzés. Amikor képzéseket tartok, szinte alig van olyan képzésem, amikor ne hallanátok új információt. Olyat, amit még nem hallottatok. Tehát újat. Pedig
Ugye ilyen típusú képzéseket elkezdtem tartani 2001-től. Ez 22 éve. Ami azt jelenti, hogy nekem is vannak olyan dolgok, ami új, de ugye nekem fontos, hogy amit tudok, azt átadjam. Tehát nem magamba tartsam meg. Tehát amit kapok, információkat, azt azért kapom, hogy felhasználjam, és az esetek túlnyomó többségében az emberek érdekében. Tudjátok, mit szoktam látni? Azt szoktam látni, hogy ez úgy működik, hogy valaki neki áll tanulni, és akkor elindul egy fejlődés. És amikor valaki fejlődik, ha ez a fejlődése nem áll meg, akkor egyszer csak eljut arra a szintre, hogy azt mondja, hogy ó, basszus kulcs, ezt a tudást át kéne adni másoknak is. Nem csak megtartani. Akik, de ez nem fogalmazódott meg, hogy át kéne adni másoknak, azt tapasztaltam, az a tapasztalat, hogy azért nem fogalmazódott meg, mert megállt a fejlődésben. Tehát elindult egy tanulással, vagy nem is fejlődött, csak hallgatja az információkat, vagy fejlődött egy kicsit, és nem jutott el arra a fejlődési szintre, hogy azt gondolja, hogy ő neki kötelessége továbbadni a tudást. Van, akinél ez hamar bekövetkezik, hogy úgy érzi, hogy kötelessége, hogy átadja a tudást. Van, akinél sose következik be. Ez a két véglet. Na most ezzel kapcsolatban csak egy gond van. Mindenkinek van egy küldetése. Bárkinek a küldetését 5 percen belül meg tudom mondani. Mindenkinek van egy küldetése. És én még nem találkoztam emberrel, akinek az lenne a küldetése, hogy minél több pénzt költsön. Nem. Kezdjétek el. Sőt, olyan emberrel se találkoztam, akinek az a küldetése, hogy minél többet nyaraljon. Vagy üdüljön. Érted? Nem találkoztam ilyennel. De rengeteg ember küldetésével foglalkoztam már. És tudod, mi mindenkinek a küldetés, amivel viszont mindenkinél találkoztam? Hogy fejlődjön. Érted? Fejlődjön. Van, aki nagyobb mértékben kellene, hogy fejlődjön. Van, akinek kisebb mértékben kellene fejlődni, nyilván ennek vannak fokozatai. De van egy érdekes dolog ezzel kapcsolatban. Képzeljétek el, vannak olyan emberek, akiknek az életükben kevesebb probléma van, vannak, akinek több problémái vannak, nem? Tapasztaltad ezt? Úgy az élete során. És képzeljétek el, akinek mondjuk kevesebb a problémája, annak az van benne a küldetésébe, hogy neki a fejlődése az alacsonyabb szintű. Akinek több problémája van az életében, annak az van benne a küldetésében, hogy az ő fejlődése magasabb szintű. De mindenkinek az van a küldetésébe, hogy fejlődnie kell, és pont. És az is megvan, hogy elsősorban milyen területeken kell fejlődnie. Oké? És
benne van mindenkinek a küldetésében, képzeld-e, az, hogy úgy tud fejlődni, ha emberekkel foglalkozik. Miért? Mert az emberek vannak a legnagyobb hatással az emberre. Vagy nem? Miért a kutyád nagyobb hatással van rád, mint az emberek? Biztos, hogy nem. Vagy egy bútor darab, vagy a ruhád nagyobb hatással van rád, mint az emberek? Ki van csukva? Tehát egy emberre a legnagyobb hatása az emberek vannak. Egy ember is hatással van rád, 10 ember még nagyobb hatással, 100 ember még nagyobb hatással. És mindenkinek ott van a küldetésében, hogy akkor tud fejlődni, hogyha nem hagyja ki az embereket. Tehát valaki ül a szobában, és sose találkozik, sose beszél emberekkel, az nem fejlődik, visszafejlődik. Világos ez? Ráadásul még az is benne van az ember életében, hogy miket vállalt. Milyen életfeladatokat vállalt. Még ez is benne van. Mondjuk 10 percen belül el tudom mondani bárkinek. Érted? És sehol nem láttam olyat, hogy valaki nem vállalt életfeladatot. És sehol nem láttam olyan életfeladatot, hogy valakinek az az életfeladata, hogy minél több pénzt költsön. Na. Meg az se, hogy minél többet menjen nyaralni. Én nem láttam ilyen életfeladatot. Érted? Vagy az sem, hogy minél több alkoholos italt görgesse le a torkán. Ezt sem láttam életfeladatként, furcsa mód, képzeld el. De azt sem láttam életfeladatként, hogy valaki mondjuk úgy oldja a gátlásait, hogy droggal. Ezt sem láttam. Sőt, képzeljétek, én azt sem láttam életfeladatként, hogy valaki bűnöző legyen. Ezt sem. Mégis ehhez képest elég sok olyan ember van, aki görgeti a piát a torkán lefele, egyre több, aki drogozik, nem? Na most, ehhez képest az emberek azt gondolják, hogy ez a feladatuk. Minél többet. Mit tudom én? Próbálja élvezni az életet. Tudod, mivel lehet élvezni az életet? A teremtés sikerélményével. Tehát, hogyha te személyesen teremtesz, és annak van sikerélménye. Na most, megkérdezném abban, mi a teremtés, hogyha, mit tudom én, mondjuk egy liter bort ledug a torkodon, vagy leöntesz. Mi? Mi a teremtés? Vagy abban mi a teremtés, hogyha mondjuk elmész mondjuk nyaralni, abban mi a teremtés? Tehát nem azt mondom, hogy ne menj el, ha van értelme, hanem az, hogy vannak, akik ezért élnek, érted? Vannak, akik azért élnek, hogy minél többet költsenek, minél több legyen. Például anyám volt ilyen, tipikus. Utána, amikor meghalt és lomtanítottuk, az egész utca részben nem volt annyi lom, mint anyámnál. Kirakva az utcára. Tényleg, összességében. Tökörültek a lomtanítók. És gondold végig, mint ami 8 méter hosszan, ilyen magasan, ilyen másfél-két méter szélesen, csak lom, 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 lom. Érted? Nem tudom hány órán keresztül ortuk kifele.
az volt a életének az értelme, hogy minél több dolgot vásároljon. Nem gyűjtögetett ő úgy, hogy ilyen lomokat, hanem vásárolni szeretett. Oké? Pár év alatt kiszámoltam, vagy nem tudom én, 10 év alatt, vagy 15 év alatt 10 millió forintot elvásárolhatott, csak úgy, érted? Valamivel többet, mint 10 milliót. De úgy ilyen tökére értelmetlenül. Na szóval sok ilyen ember van, de csak egy példa volt a saját közvetlen életemben. Szóval, mi az értelme az életednek? Nem kéne ezen elgondolkodni? Tehát gondold végig, hogy milyen világ lesz. Tehát, ha most ilyen világ lesz, milyen világ lesz 2 év múlva? Milyen világ lesz 5 év múlva? Te ebben a világban rosszabbul vagy jobban fogod érezni magad? Mikor érezted jobban magad? 2019-es évben vagy mostanában? Én mondhatom azt, hogy nekem most legalább annyira jó, ha nem jobb, mint akkor volt. Nem ez a kérdés. Nem én vagyok a kérdés. Te vagy a kérdés. Érted? És megnézed az emberek többségét. Jobban érzik magukat, mint 3-4 évvel ezelőtt? Ki van csukva? Ki van csukva? Na most, ezáltal gondolkozz már! 1 év múlva, 2 év múlva, 3 év múlva nem teszel azért, hogy jobban élj. Jobb legyen neked. Érted? Vagy a családodnak. Vagy a környezetedben lévő embereknek. Ki fog avval foglalkozni, hogy neked jobb legyen? Senki. Ezáltal, ha te nem teszel azért, hogy neked jobb legyen, milyen lesz? Rosszabb. Világos ez? Itt kapsz segítséget arra, hogy neked jobb legyen. Mind a 10 területre vonatkozóan. Kapsz tudást, kapsz gyakorlási lehetőséget, és kapsz, ha élsz vele, üzleti lehetőség által elég pénzt, hogy akár ne is kelljen mással foglalkozni. Tehát megnézed, belenézel abba, hogy mit tanítunk az embereknek, és rájössz arra, hogy mennyire használható az az életedben, mások életében. És az ember úgy működik, hogyha azt érzékeli, hogy hú, basszus kulcs, hát ez használható az én számomra is, mások számára is, hát akkor miért ne szóljak másoknak, főleg, hogyha ebből még az embernek haszna is lesz. Ki az, aki úgy gondolja, hogy az a normális, hogy az embernek nincs elég pénze, azt tegye már föl a kezét. Ki az, aki úgy gondolja, hogy az lenne a normális, hogy legyen elég pénzed, nem? Azt tegye már föl a kezét. Van, aki tartózkodott? Ja nem, oké, rendben, jó. Tehát, nem az lenne a normális, hogy legyen elég pénzünk? Miért nem használod ki az, hogy itt van egy lehetőség arra, hogy legyen elég pénzed? Miért nem használod ki? Tehát egy olyan képzési rendszer lett kidolgozva, ami páratlan bolygószinten. Érted? Úgy az egész, ámblok, teljesen páratlan, teljesen egyedi. 25 féle óriási témájú képzésünk van, 25 nagy témában. A mostani témánk, ez a traumakezelés, gyerekkor, gyereknevelés, az, hogy téged hogy neveltek, ez a témának a 6. hónapját nyüstöljük, de ebben a hónapban már befejezem, 6. hónapját nyüstöljük, 30 óra egy havi képzés, az azt jelenti, hogy 150 órán túl vagyunk, hó végére az 15-e, október 15-re lesz, addigra megvan a 180 óra, érted? És olyan tudást nyújt az embereknek, hogy rájöhetnek arra, hogy mi miatt működik úgy felnőttként, ahogy működik. És mit kellene tenni azért, hogy ezeket a gátlásokat, gátakat, mert nem csak gátlások, gátak, ezek gátak, mint inkább gátlások, ezek a gátak, ezek ki legyenek iktatva az ember életéből. Tehát most gondold végig, van egy alap dolga a működésben az embernek.
Az embernek az az alap dolga a működésben, na micsoda? Kérdezem tőletek, egy szó, segítek, ezzel kezdődik. Na mi? Hangosan? Szeretet, így van, ez az alap dolga. Tehát azon belül milyen szeretet? Feltétel nélküli szeretet, így van? Ez lenne az alapműködés, gondold végül. Na, hány olyan is embert ismersz a környezetedben, aki feltétel nélküli szeretetre képes? Tehát akkor magyarul így született minden egyes egyén, hogy feltétel nélkül szeretetre volt képes. Ehhez képest hova lett az emberekből az feltétel nélkül szeretet? Tehát akkor nem volt hatással rá az életének eddigi része? Na, hogy ma azt mond. Ha megnézed, a kisgyerekek jó része, akiknek ugye volt egy kiegyensúlyozott pocak lakósága, megszületik és feltétel nélkül szeretettel rendelkezik. És hova lett ez? Hát valaki azt gondolja, hogy ő nem kapott olyan dolgokat életében, ami rá negatív hatással volt, hát akkor hol van a te feltétel nélküli szereteted? Ha bárkivel találkozol, azonnal ítéletet mondasz róla. Ha hol van feltétel nélkül szeretet? Érted? Még nem is beszéltél vele, hanem csak ránézel, és már különböző ítéletet mondasz egy emberről. Hol van a feltétel nélküli szeretet? És ez rosszabb most sokkal, mint mondjuk 40 évvel ezelőtt. Érted? Sokkal kevésbé szeretnek az emberek, mint annak idején. Az összes emberről beszélek. Tehát nem a korosodással egyre kevésbé szeretnek, hanem úgy ámblok, a generációk egyre kevésbé szeretnek. Nem a kicsik, hanem utána. Ha figyelj, mikor én még iskolába jártam, általános iskolába, a felső tagozatba, mi még tök jó hangulatúak voltunk. Még a nyolcadikban is tök jó hangulatban voltunk. Na most nézd meg a nyolcadikosokat, meg a felső tagozatosokat, hogy milyen jó hangulatúak. Tehát látni, hogy a generációk egyre rosszabb és rosszabb helyzetben vannak, de hát miért? Hát azért nagyon hatás érte gyerekkortól, kisgyerekkortól őket. Hát manapság a szülők nem nevelik a gyerekeiket, hanem rábízzák az óvodára, nem, bölcsödére, óvodára, iskolára. Hát a bölcsödének biztos, meg a óvodának biztos, meg az iskolának is biztos az a fia, az a legfőbb dolga, hogy a te fiad az egy baromi jó felnőtt legyen. Biztos, nem? Ha nem szülőként neked lenne az érdeked, hogy a gyereked majd felnőttként baromi jól működjön? Én emlékszem még arra, hogy sokkal több hatást gyakoroltak rám a szüleim, nagyszüleim, mint az iskola, vagy az óvoda. Én utáltam az óvodát is, utáltam az iskolát is, érted? És ha csak lehetett, kerültem. Szó szerint, ha csak lehetett. Minél kevesebb hatással legyen rám, és mindenütt lázadó voltam. Lázadtam az óvoda ellen, külön fektettek a többitől. Tényleg. Lázadtam az iskola ellen, volt olyan, hogy nem fért már több intő az ellenőrzőmbe. Érted? Nem voltam rossz tanuló, mert nem voltam rossz tanuló. De ez van. Tehát ha valaki lázad valamivel szemben, az abból nem fog átvenni minél többet. Ha minél elfogadóbb vagy a óvodával, vagy voltál az óvodával, iskolával szemben,
annál jobban sikerült manipulálni. Ez ugyanolyan, minél elfogadóbb vagy a tévével, a Facebookkal, stb. Szemben, annál nagyobb hatással van rád. Én valahogy úgy nézek egy videót vagy egy filmet, hogy tudod mit csinálok? Anyád, azt mondom nekik. Oké? Szóval, gondold végig, kell-e valami, vagy vajon a tudás? Kell-e? Tehát kell-e ebben a érdekes világunkban, ennyi szóval érdekes világunkban eszesedni? Gondold végig. Nem ez az eszesedés, amit most hallottál. Ebben nem hallottál módszert. Nem hallottál okokozati összefüggéseket. Nem hallottál. Mert az nem ide tartozik. Ez az a rész, ahol megkísérlem azt, hogy felvilágosodj, érted? Hogy kinyíljon a szemed, hogy felébredj a Csipke Rózsika álmodból. És átlásd, hogy óriási bajba kerülsz a jövőben, hogyha nem eszesedsz. És ha te azt gondolod, hogy majd máshol fogsz eszesedni. Senki nem törekszik arra rajtunk kívül, semmilyen szervezet, hogy egy jobb világot hozzon létre. Érted? Mi vagyunk az egyetlen ilyen szervezet, akinek minden tudása és eszköze megvan ahhoz, hogy egy jobb világot hozzunk létre. Milyen világot? Mondjuk egy olyan világot, ahol az emberek képesek arra, hogy szeretetben, békében és boldogságban együttműködjenek. Képesek arra, hogy boldogan éljék az életüket. Képesek arra, hogy feltétel nélkül fejlődjenek. Érted? Akár olyan szintre fejlődjenek, hogy visszakerülhessen a lelkük oda, ahonnan jött. Egy fenti létformából jutottunk ide, egy fenti létformába visszakerülve. És ez a cél, én ezért születtem le, ezért kellett lejönnöm, hogy minél több embert visszavezessek az információk, a tudás alapján arra, hogy visszakerülhessenek a fenti létformába. Ez a bolygó, ez azt a célt szolgálja, hogy az ember fejlődjön. Itt 80 év alatt többet fejlődhetsz, mint odafenn fejlődtél mondjuk 80 millió év alatt. Oké? Úgyhogy tessék ezeken a dolgokon elgondolkodni, várunk szeretettel, ha bármilyen kérdés merült fel, beszéld meg az ajánlóddal. Szeretlek benneteket, sziasztok! Visszaadom a szót a házigazdáinknak. Köszönjük szépen ezt a figyelemfelkeltő első részt. Megint meggyőzöttünk róla, hogy jobb itt élőben, mint otthon. A képernyők előtt pedig nálunk azért elég jó minőségben lehet nézni. Ajánlom mindenkinek, hogy ha messzi lakik, legalább egyszer próbálja ki, hogy eljön az irodába, és úgy is megtapasztalja ezt az érzést, hogy milyen élőben előadást hallgatni Szedlacsik Miklóstól. Például, amikor próbálja ébrezgetni az embereket fölfele. Ez is egy jó dolog. Hát, mi ugye 9 éve vagyunk PPH-sok. Életem legjobb döntésének tartom ezt. Nálunk el lehet mondani, hogy minden megváltozott. Sőt, a világ kifordult a sarkaiból, és lett egy teljesen más életünk. Egyébként azt látom fő problémának, mi a baj az emberekkel. Fellelkesednek, ide jönnek tanulni, elkezdik a képzést, és egy idő után sokalják az árát annak, amit fizetni kell azért, hogy lehessen egy jobb élete. Az mi az? Szembe kell nézni az egóddal. Jönnek és mondják, hogy ezt már hallották, ezt tudják, hogy vontatott, meg mit képzel a mester, meg éneket hallunk. Ez, hogy kifele figyelsz és másokat kritizálsz, mert hogy a besérülsztől valami, az mind a te egód. Az, amikor odajössz, hogy visszakérdezel magadba, hogy miért lettem én erre most érzékeny? Miért húztam föl magam? Miért lettem otthon sündisznó? Meg éppen még oda is vágom a páromnak esetleg, hogy már megint mit hallottunk. Akkor kéne elgondolkozni, hogy
Azt a kérdést, amit feltettem az előbb, hogy vajon miért lettem mindenre érzékeny, és onnantól lenne fejlődés, az az igazi fejlődés. Aztán meg azt látom még emberekben, hogy imádják az érdekes előadásokat. Érdekes. Mi az érdekes? Minden, ami a Földön én elvonatkoztatott, meg a Földön kívülekről szól, meg a 5000 évvel ezelőtt mi volt, meg a szimbólumokat szeretik megtanulni, meg az ilyen energiákba bele hókusz-pókuszáló dolgokat. Az marha jó egyébként, csak kicsit veszélyes egyébként felügyelet nélkül, és én nagyon sok ilyenbe belementem, igazából nem mentem vele semmire, sőt, hát azt lehet, hogy összeborult ettől minden körülöttünk, amikor én ezt csináltam. 2007-ben kezdődött ez nekünk, 14-től vagyunk Szedlacsik Miklóssal, ha visszamehetnék 2007-be, akkor felveszve menekülnék az irodába, és befizetném az első tandíjat, hogy ne kelljen azon átmenni, amit abban a 7 évben csináltam önfejűleg. Ez tudta, hogy ezt csinálnám. Mert akik itt tanulnak kitartóan, és meghallgatják az előadásokat, és képesek szembenézni az egójukkal, azok jelentős változásokon tudnak keresztül menni, olyan változásokon, amit én sehol máshol nem tapasztaltam. Igazi bajám? Ez így van egyébként, valóban, ahogy mondod. Miközben hallgattam én is itt az előadást, és annyira jó dolog az, hogy mi itt tanulunk. Beszélt Miklós arról, hogy tényleg valóban az emberek manapság mennyire elbutulnak, mennyire manipulálhatók. És nagyon jó dolog azt elmondani, és ez valóban így van, nem csak beszélünk róla, hanem mióta mit tanulunk, mondta a párom, ez már 9 éve, és ebben a mai világban is egy boldog világot tudok élni. Tehát egy olyan életünk van azáltal a tudás által, amit tanulunk. Egyik az, hogy egy használható, amit a hétköznapokban be tudok építeni, tehát tudom használni, és ezáltal egy... Tehát, mint amit a párom is mondott, hogy nem az egóm nő tőle, hanem úgy tudom mondani, hogy egy bölcs emberekké kezdünk válni. Tehát egy megértő, elfogadó, mert azt is látom, hogy amikor tényleg ide jönnek az emberek tanulni, hogy gyorsan akarják a változást, és nincs úgy meg a türelem. Hát pedig ahhoz, hogy változzunk, változtassunk, én itt vagyok már most már 47 éve, és a 47 év alatt, amit én a Földön, amit én összehoztam, azt nem fogom tudni egy hétvége alatt megoldani, tehát ehhez idő kell. Pedig megpróbáltuk. Megpróbáltuk, igen, megpróbáltuk, tehát ehhez idő kell. Idő, és egy olyan hely, ahol a pipihá. Ahol rendszeresség van. És nekem most az jutott még adás közben is, hogy itt volt például ez a Covid helyzet, és egyszerűen mi annyira nem sodródtunk bele ebbe a dologba, nem tudtunk vele foglalkozni, mivel minden héten szerdán, vasárnap képzés van, tehát eleve meghallgatjuk szerdán a képzést, a vasárnapig nekünk kitölti azt az időt, hogy amit hallottunk információt, tudást, hogy az valóban mi volt, és foglalkozom vele. És nem volt arra idő, meg nem is, megmondom őszintén, nem is érdekelt, hogy jóval foglalkozzak, hogy mit mondanak a úgymond a médiába, hanem avval foglalkozom, hogy jobbá tegyem ezt a világot, mivel itt tanulok, és én azért jöttem ide tanulni, mert ilyen hullámok voltak az életemben. Éreztem, hogy nem tudom úgy működtetni az életemet, ahogy szerintem mindannyian vágyunk rá, hogy mire vágyunk. Boldogságban éljünk, jól tudjuk az emberekkel bánni, az a 10 életterület, ami itt van. Tehát én tényleg azt gondoltam egyébként, hogy ó, hát én milyen jó ember vagyok, meg egyéb dolgok, és rájöttem, amikor jöttem tanulni, hogy nagyon sok minden valamit helyre kell rakni. Tehát ezekkel foglalkozunk, és tényleg nem avval, hogy a világban meghallgatjuk mi meg információkat az internetről, amikkel az ember elolvassa, figyeli, de nem avval foglalkozom, hanem avval foglalkozom, hogy én szeretnék a jövőben egy olyan világot, amiben a gyerekeim is jól érzik magukat, amiben az idősek, a felnőttek, mindenki jól érzi magát. És ehhez itt a PPH van meg, azok az emberek, tehát akik itt vagyunk, az a
Megvan tényleg a környezet, igen, hozzá. Igen. Megvan a környezet. Tehát az az egység, az a tudás, ami valóban el fogjuk tudni hozni a földre az aranykort. Tehát egy élhető világot. És mi amikor ide jöttünk tanulni, akkor, mint ahogy elmondtam, nekem problémáim voltak, és én mindig is akartam, és kerestem azt, hogy tudom jobbá tenni az életemet. Én akkor még, igaz, hogy családi vállalkozásban dolgoztam, de nem mi hoztuk létre, úgymond majdnem egy ilyen alkalmazott voltam benne, és utána láttuk azt, hogy itt van még egy olyan lehetőség, amivel az én saját üzletemet, úgymond megélhetésemet létre tudom hozni. És mi is úgy kezdtük el, hogy én dolgoztam, párom is dolgozott, igaz, ő nem alkalmazotti létben, mert ő sose volt az a típusú ember, most már teljes mértékben látom, hogy jól tette, aki alkalmazotti létben tudott dolgozni, de én mellette dolgoztam, és fejlesztettem magam, fejlődtünk együtt, tanultunk, és gyönyörű szépen ez az egész úgy kitudtuk, kisiklott az, hogy én alkalmazotti létben úgymond, oké, családi vállalkozásban én akkor is úgy éreztem, mert volt egy nyitvatartási idő, nekem időre kellett menni, időre mehettem, haza szabadságom volt, nem akkor vettem ki, amikor akartam, és szépen kialakult az, hogy meglett a saját üzletünk, a saját családi vállalkozásunk, és ezzel azt akarom mondani, hogy senki nem sürget. Itt a te saját tempódba tudod magad szépen fejleszteni. Tehát az, hogy te most egy alkalmazotti létben vagy, vagy dolgozol valahol, semmi akadály annak, hogy ide gyere tanulni. Sőt, sokkal jobban fog menni minden az életedben, hidd el, hogy ide jössz tanulni és fejlődsz. A másik pedig az, hogy mit párom is mondott, hogy mi is itt vagyunk most személyesen. Ha néztél már előadásokat, és bármilyen előítélet van arról, hogy mi mivel foglalkozunk, vagy akár a mesterről, a Szedlacsik Miklósról, gyere el, és te személyesen döntsd el az, hogy ez a hely milyen, milyen a mester, te bizonyosodjál meg róla. Itt Budapesten mindig itt vannak a képzések, szerdán 18 órától, vasárnap 16:30-tól, ez mindig így van. Itt nincsen ünnepnap, itt ez mindig megvan a folyamatosság, nyári szünet, semmilyen szünet nincsen. El tudsz jönni, meg tudod hallgatni, meg tudod nézni. A tandíj is egy olyan összeg, ami teljes mértékben megfizethető, tehát Szedlacsik Miklós egy olyan összeget tandíjunk van, amit pont azért hozta így, hogy bárki tudjon jönni tanulni. Első hónap 19.700 forint, a második hónaptól pedig 12.500 forint, tehát egy teljesen megfizethető összeg. És én úgy gondolom, hogy annál fontosabb nincsen, tehát ez is tapasztalatból, hogy tényleg, amit mondott a Miklós is, nagyon sokat figyelünk arra, hogy egészségesek legyünk, vitaminokat szedünk, sportolunk, egyéb dolog. De hogyha te nem tudod az élethelyzeteidet kezelni, belülről fog téged elkezdeni a probléma. És azt csak úgy tudod, járhatsz te sportolni, járhatsz, vagy ehhez te vitaminokat, bármit csinálhatsz, de ha szellemileg nem tudod ezeket a dolgokat elintézni, ami jönnek problémák, nincs hozzá tudásod, nem fogsz tudni az életben működni, és boldognak, és jól érezni magad. Tehát kell a szellemi tudás, a szellemi fejlődés mai világban, meg főképpen, ahova haladunk. Röviden ennyit. Mi a teendő, tetszett, amit elmondtunk? Keres egy szimpatikus PPH-st, ugye már fenn vagyunk a Facebookon, a TikTokon, mindenhol fenn vagyunk. Tudsz tőle kérdezni arról, hogy hogy lehet elkezdeni, milyen rendszerben van az egész, mik még a lehetőségek, mert az előadás csak előadás, de vannak rendezvényeink, ahova még pluszban el lehet járni, meg hogy milyen lehetőségek vannak szervezés irányba, hogyha szeretnéd azt elkezdeni, hogy tanulóid legyenek. Például a szervezés is, hogy milyen száraz szó, de abban senki nem gondol bele, hogyha elmegy egy tanfolyamra, el akar végezni egy coach tanfolyamot, mondjuk az fél év, akkor kin fog gyakorolni? Befizeti a pénzt, szóval majd jön valaki. És akkor beszélgetek emberekkel, megcsinálta a tanfolyamot, és még senki nem használta, amit megtanult. Az aztán az marha, hogy az olyan, mintha lenne jogsid, azt nem vezetni, abban mi van? Tudod, egy év után alig bírsz már vezetni. Mész 40 az utcán, és minden bajod van, mert be kéne gyakorolni, hogy mi volt. Ugyanez van az emberekkel. Itt, hogyha szervezel úgymond tanulókat, azok a te embereid lesznek, a te tanulóid, üzlettársaid. Azonnal tudsz neki segíteni azokkal a
megoldásokkal, amiket te már kipróbáltál, úgymond sikerrel alkalmazta az életedben. És örülni is fognak neki egyébként, mert meggyőződhetnek ők is arról, hogy működik, amik itt tanítva vannak, még a legegyszerűbb dolgok is. Tehát itt nem érdekes dolgok vannak csupán, hanem működő dolgok. Egyszerű, hétköznapi, működő dolgok. Ezeket lehet itt kipróbálni. Hát ehhez kívánok mindenkinek sok sikert. Szeretünk benneteket, sziasztok! Fél óra szünet, aztán második rész, sziasztok! Sziasztok!